Na, szevasztok, engem Moiz vagyok, és a mai videómban egy új projektbe fogok belekezdeni, mégpedig abba, hogy egy új stúdiót fogok kialakítani. Ezért még láthatjátok, itt vagyunk még a megszokott faleveles háttérrel, valószínűleg utoljára, hiszen most az új stúdióban állandó hely lesz a videózásra, és nem lesz szükség a faleveles háttérre. De akkor kezdjük is el, és majd az új helyről majd folytatjuk, meg megmutatom, hogy hogyan rendezem be. És el is érkeztünk ahhoz a részhez, vagy hát elkezdjük a stúdió berendezését. Csak eddig azt nem vettem, hogy mindent szétszedtem, de még mindig kicsit rendetlenség van. Azonban most már elkezdjük a helyére rakni az új stúdió dolgokat, úgyhogy most először az asztalt visszük a helyére. Hogy ezt a polcot is itt még beforgatjuk a helyére. És most a helyére rakjuk ezt a készülőben lévő terepasztalt, amire majd fölkerülnek a makettek is. Na, akkor most helyére rakjuk az íróasztalon a dolgokat, a gépet, meg a többi részét a stúdiónak. Így a gépet is a helyére rakjuk. Most a monitort is ide helyére rakjuk. Hát így most meg kell néznem, hogy így mennyire fog majd látszódni. Hát így kb. Ezt látnátok, hogyha ez itt lenne. Vagy hogyha ugye itt lesznek majd a videók, úgyhogy fölkerülnek a világítások. Az ideiglenes világítások, mert... Nos, hát elkészült az új stúdió, most már innen videózok. Furcsa még megszokni, de mindenképpen jó érzés. Ugye hát stúdiót berendezni már volt benne rész. Akik régóta néznek, tudhatják, hogy volt nekem ez a vlogbarátom videós sorozatom, ott volt stúdió, azonban hát annak a szintje az nem volt így, mint itt. A világítás az ugyanaz most egyelőre,
fogok rendelni majd ide zöld hátteret, meg softboxokat, úgyhogy majd a világítás nem ilyen sárga meg árnyékos lesz, hanem rendesen szép stúdió világítás lesz. De ugye összességében nagyon jó ez a stúdió, és szerintem nagyon praktikus lesz minden videózáshoz, videóvágáshoz. Teljes mértékben nagyon kényelmes ez itt, és mindenképpen mint a régi. Sajnos a faleveles háttérnek nem lehet felrakni, de erre most már nem is lesz szükség. Nem tudom, mit sikerült összehozni, remélem, hogy ezért érdekes lett azokból, amiket berendeztem, meg mindent, nem ez lesz a legérdekesebb videó. De majd mindenképp lesz még erről az új stúdió projektnek több része is, hogyha majd veszek valamit hozzá, bármi átalakítás, mondja valami, most nem vettem hozzá semmit, de ez most teljesen a régi dolgok kerültek át új helyre, és ebből jött létre ez az új stúdió. De szerintem nagyon jó lett, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, én Gémi Új Zoltán, minden az új stúdióból, sziasztok!